köszönöm, hogy a meghívottak többsége elfogadta a meghívást az immár hagyományos rendezvényünkre, amelyet minden alkalommal utcanapján tartunk a kiemelt adózóink tiszteletére. Azon kiemelt adózóink tiszteletére, akik nélkül Bábolna városa, a település, minden intézményünk nem fejlődhetne ilyen ütemben, mint amely fejlődést magunk mögött tudhatunk. Természetesen vannak ebben szkeptikusok is, több intézményvezetőnk is szkeptikusan szokott fogalmazni, hisz álmok és vágyak, és a megvalósítással is nem mindig fésülhető össze, hisz az álmok és a vágyak azok mindig jóval távolabb vannak a guruló forintoktól és a megvalósítható tervektől, megvalósítható projektektől, de én úgy gondolom, hogy önök, akik itt élnek velünk a településen, vagy ide járnak dolgozni, mindannyian látják azért azt a fejlődést, amit a településünk magunk mögött tudhat. Ez már hagyományos est, Lucca napján a kiemelt adózóinknak adunk egy vacsorát, és egy beszélgetés keretében megbeszéljük azt, hogy azokat a guruló adóforintokat, amiket befizetnek az önkormányzat számlájára, mire fordítja az önkormányzat. Hisz tudni kell, mint ahogy a beszédben is elmondtam, az adóforintok nélkül, illetőleg különösen még pályázati támogatások nélkül nem valósíthatók meg azok az intézményi projektek, azok a települést érintő fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban Bábolnán megvalósultak. Elég jelentős összeget fizetnek az itt ülők, ezt nem szeretném elmondani, de egyébként, ahogy minden évben most is a kisebb adózóinkat is ajándékkal, képeslappal köszönteni fogjuk, megköszönjük nekik is a segítséget, támogatást, de akik itt ülnek, azok jelentős összeggel támogatják, illetőleg eleget tesznek a jogszabályi kötelezettségének, befizetik az adókat, tehát elég jelentős összeggel. Bábolna városra egyébként adóerőképesség tekintetében a kiemelt települések közé tartozik. Most már nem az első 10-ben vagyunk, hanem hátrébb csúsztunk a Bábolna RT gyengélkedésének köszönhetően, de még most is a kiemelt települések között vagyunk, és ennek az adóerőképességnek köszönhetően még el is vonnak tőlünk pénzt. 2-3 évvel ezelőtt időszak rettentő nehéz volt, és akkor, hogy szemlékszünk rá, akkor az adófizetők fogadásán is sokkal kevesebben voltak, nem jöttek el nagyon sokan, illetőleg egy átrendeződés volt ez ebbe a tekintetbe is. Most én úgy látom, hogy kialakult egy új vállalkozói összetétel itt Bábolnán. Voltak olyan cégek, akik eltűntek a piacról, voltak olyanok, akik megerősödtek, sőt, vannak olyanok is, akik újak. Tehát ez, akik a ma estén itt vannak, mondhatnám, egy teljesen új, nem teljesen új, de egy megújult kiemelt adófizetői kör. És remélem, bízom abban, hogy ez még szélesedni fog, hisz új befektető jött az ipari parkunkba. Most decemberben egy újabb fog kötni szerződést, újabb betelepülő van, és újabb érdeklődő is van. Tehát én bízom benne, hogy amiről regéltünk, hogy az első fecske meghozza a többi vállalkozót, a többi befektetőt is, az megindul, és jövő évre már még több olyan befektetőt, olyan vállalkozót és társaságot tudunk köszönteni majd, aki itt is fog ülni, mert jelentős adót fog fizetni az önkormányzatnak.